az egész adományozás egy szép íve annak, hogy hogyan kellene éljünk ebbe az adventi várakozásba a megváltó megszületését ünnepelve, hiszen egy budapesti miniszterelnökségi munkacsoport kért meg arra, hogy jelöljünk meg egy olyan óvodát itt Kárpátalján, ahova küldhetnének tartós élelmiszer, tisztítószereket, gyerekeknek édességet, és a Beregszászi 5-öst azért ajánlottuk a figyelmükbe, mert ez egy úgynevezett bentlakásos óvoda, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek látogatják az intézményt, akiknél sokszor hétvégén sincs család, és egyáltalán nincs család különböző okokból. Ezért ez az óvoda, amely természetesen már részesült a Kárpát-medence óvodafejlesztési program felújításában is, de az idejáró gyerekek és az idejáró szegény sorsú családok mindenképpen megérdemlik azt, hogy ez a budapesti figyelem ide irányuljon, és mindannyiunk számára üzenet, hogy adni jó, és kell is adni, aki teheti, hiszen az adventi várakozás ezt is jelenti, hogy várakozunk valamire, a világ világosságára, amely Jézus Krisztus megszületése.